1965-ben a szimpozion kivált az ifjúságból, és új szimpozion néven önálló folyóirattá alakult. A szerkesztők túlnyomó részt az Újvidéki Magyar Tanszék akkori hallgatói közül kerültek ki. Itt publikálhattak azok a magyarországi szerzők is, akiknek a neve oda át tiltólistán szerepelt. A szimpozion rövidesen a régió egyik legjelentősebb irodalmi művészeti kritikai kiadványává lépett elő. Nem kerülték el a politikai botrányok a szimpoziont, tehát a politikum egyrészt eltűrte végül is valamilyen szinten, de aztán 83-ban volt a nagy híres, hírhet eset, amikor a Sziveri generációt eltávolították. Ön erre hogyan tekint vissza? Irodalmi folyóiratok szerkesztéséhez, kiadásához, ezt tapasztalatból mondom, bizonyos fokú szabadságra van szükség. Ez a szabadság nélkül nem lehetséges a szerkesztés művelete. Ez az értékrend nagyon sokszor kerül konfliktusba egy másik értékrenddel, azzal a másik értékrenddel, amit a politika dolgozott ki, és amit a politika képvisel. Az irodalom történetéből, és különösképpen a további 50 év irodalmának a történetéből jól tudjuk, hogy ezekből a konfliktusokból kikerül ki győztesen. Az idő során megőrződik, és az idő során előtérbe kerül az az értékrend, amivel szemben a politika esetleg föllépett. Az új szimpozion ugyancsak megsínylette a balkáni háborúkat, egyidőre elhalt a folyóirat. Egykori szerkesztői 1993-ban Veszprémben megalapították a ma is rendszeresen megjelenő Ex-szimpoziont. Vajdaságban szintén akadtak további éltetői a folyóiratnak. A szabadkai székhelyű szerkesztőség az utóbbi években főként a képiségre helyezi a hangsúlyt.